bátorságot, és nagyon köszönöm a meghívást a mai konferenciára. Én a napi előtt nyomvonalát szeretném folytatni, az irányban szeretném folytatni az előadásomban, és Szondi Lipótra megemlékezni. És Szondi Lipótnak nem csak az élete, a személyes életútja az, ami egy példát mutathat a számunkra, hanem ő alkotta meg a sorsanalízist, és a sorsanalitikus terápiával több ezer páciensének az életét tudta jobbá formálni, jobbá tenni. Rövid idő lesz, ugye ez egy 15 perces előadás, és utána kérdéseket el tudunk feltenni. Tehát nagyon diógéban és nagyon röviden, tömören szeretném összefoglalni mind az életünknek a lényeges pontjait, fordulópontjait, mind pedig azt, hogy a hit és a tudomány hogyan kapcsolódik össze Szondi sorsanalízisében. Egy névjegyet szeretnék volna, ki is volt Szondi Lipót. Szondi Lipót egy pszichiáter volt, aki a sorsanalízist megteremtette, és az ő nevét egyébként Freud pszichoanalízise és Jung analitikus pszichológiája mellett említhetjük meg. És hát kiemelkedő ugye számunkra, tehát ugye magyar származású, és eként a mélyének tanult egy harmadik önálló irányzatát hozta létre. Nyitrán született 1893-ban, ez akkor az osztrák-magyar monarchiához tartozott, és később pedig a Budapesti Tudományi Egyetem orvosi fakultásán szerzett diplomát 1919-ben, később pszichiáter és behatógyász szakvizsgát is tett. A könyve kapcsán, amik a címe a fogyatékos értelem volt, nagyon fiatalon és nagyon hamar ismerté vált, és ennek köszönhette azt, hogy 1927-ben önálló laboratóriumot kapott a gyógypedagógiai tanárképző főiskolát, aminek a neve pedig Magyar Királyi Állami Kórtani és Gyógytani Laboratórium volt a neve. És ebben a laboratóriumban egyébként nagyon speciális és nagyon komplex munkát folytattak Szondiék. Szondi volt a főorvos laboratóriumnak a főorvosa, és tehát nagyon komplex módon vizsgálták a fogyatékos gyermekeket elsősorban. Itt egyébként a családfák már felkerült témája már felmerült a korábbiakban is. Szondi is családfákat készített, tehát 1000 fogyatékos gyermeknek a családfáját állították össze, és mindegy 15 000 családtagnak az adatait is összegyűjtötték. Egy óriási volumenű munka zajlott ebben a laboratóriumban, és voltak éppen ez az empirikus anyag az, ami később a sorsanalízis elméletnek az alapjai vált, és ebből tudta létrehozni a sorsanalízis elméletét Szondi. 1937-ben jelent meg Hollandiában az első sorsanalízis kötete, ennek Analysis of Marriages volt a címe, vagyis házasságok analízise, és ebben arról is Szondi, hogy hogyan választunk párt. Tehát a párválasztásnak milyen háttere van, hogy alakul ki a vonzalom két fél között. Ebben az időszakban, tehát 37 és 41 között a laboratórium egy lázasan dolgozó hangyatársadalom volt, ezt Szondi írta le egy levelében, és onnan származik ez idézet. És a munkatársaknak köszönhető az, hogy ingyen támogatták Szondi, túlórában dolgoztak, éjszaka alig aludtak, és dolgozták ki együtt a sorsanalízisnek az elméletét, hogyan lehet a gyakorlatba bevezetni, illetve a Szondi tesztetek, ekkor alkotta meg Szondi, és a Szondi tesztnek az értelmezését dolgozták ki a munkatársak. Benedek István visszaemlékezésében Budapesten akkor szinte minden második emberrel felvették a Szondi tesztet, minden foglalkozási személlyel, és ebből az óriási anyagból alakult ki az, hogyan lehet értelmezni a Szondi tesztnek a tesztológiai jegyeit. 41-ben elveszítette az állását zsidó származása miatt, és 44-ben pedig a Bergen-Belseni koncentrációs táborba kerül. Erről majd néhány szót szeretnék szólni a későbbiekben, mert itt a hit kapcsán érdekes lesz. Szerencsére a koncentrációs tábor felszabadult, és Szondi 1946 és 86 között is egy Zürichben él, itt praktizált és létrehozta a Szondi Alapítványi Intézetet, Stiftung Szondi, és ez ma is működik. Emellett ugye Szondi már akkor nem volt fiatal, ugye 46-ban, amikor Svájcban elkezd dolgozni, akkor is már, úgyhogy az 53 éves volt, és egy új egzisztenciát kellett megteremteni a családjának, és a sorsanalízist pedig elszerette volna terjeszteni, megírni a könyveit, és ezt létre is hozta, óriási energiával vetette magát bele Szondi,
és megjelentette a könyveit a sorsának is föl, Svájcban dolgozta ki a terápiás módszert. Nagyon érdekes volt az, hogy a magyarországi pályaszakaszban a sorsnak a kényszerítő tényezőit vizsgálta elsősorban Szondi, és Svájcban pedig a szabadon választott sorsnak a lehetőségét és ennek a tényezőit írta le a könyveiben. Emellett sikerült intézményesítenie a sorsanalízist, megalapította a svájci és nemzetközi szervezeteit a sorsanalízisnek. Magyarországon dr. Szondi Lipót emlékalapítvány 1991 óta működik. És van egy folyóirata is a Nemzetközi Sorsanalízis Társaságnak, ennek a Szondiának a rövid neve, és ez 53 óta jelenik meg, és máig megjelenik ez a folyóirat. Több egyetem is elismerte Szondinak a munkásságát, és biztosan kitüntetést nyert el, így például 1970-ben a Belga-Löwen Egyetemtől, és 77-ben pedig a Párizsi Egyetemtől, és 1986-ban a Zürich Bistumban hunyt el. És Szondinak egy szólása, egy mondása, hogy tantárgy akarok lenni az egyetemen, nem professzor, és ez nagyon adta az ő személyiségére, egyéniségére, hogy ő háttérbe tolta a saját személyiségét. És azt tartotta fontosnak, hogy ezt a tudást is ismertet, amit megszerzett, és át tudja adni, és ezért ez a szólás így szól, tantárgy akar lenni. Röviden bemutatnám a sorstannak a sémáját, tehát hogy is néz ki a sors a sorsanalízisben, és Szondi azt mondja, hogy a sorsnak mindig van egy kényszerű darabja, amit hozunk magunkkal, és amit nem igen tudunk változtatni, de mindig van a sorsnak egy olyan darabja is, amit pedig szabadon választott, tehát megvan a választás lehetősége is a sorsban. És hogyha itt nézik ezt az ábrát, akkor a középen szerepel a sors, és hogy milyen tényezők hatnak a sorsra. Itt a római egyestől a római négyes tényező a sorsnak a kényszerítő tényezője. Tehát ilyen például a genetikus örökség, hogy mit hozunk magunkkal, a genetikus örökség alapján milyen karakter, személyiség, jellem fog kialakulni, tehát már nyilván a környezet is számítani fog, illetve további kényszerítő tényező, hogy az a mentális környezet, amiben beleszületünk, tehát a társadalom, az adott kor, amiben beleszületünk, ennek a mentális ismerete, tudása az adott kornak, társadalomnak, illetve az a szociális környezet is nagyon fontos, hogy hova születünk bele, és ez milyen lehetőségeket nyújt a számunkra. Tehát ezek voltak a kényszerítő tényezői a sorsnak, és akkor a szabadon választott sorsnak a lehetőségét fogja nyújtani az én, és az énnek számos funkciója van, ez én, ahogy működik az én, számos funkciója van, és a legfontosabb funkciója Szondi szerint az énnek a hit funkció. És ez lesz nagyon fontos, amit összekapcsolja meg itt a témánkban is a tudományt és a hitet. Tehát a hit funkciót emeli ki Szondi, ez a legfontosabb működésmódja az énnek, mert ezt tud kapcsolatot teremteni a szellemmel. És ez a szellem, ez mit jelent a Szondinál? Ez a tudomány, művészet és a vallásnak az értékeit jelenti. Tehát a szellemi síkot jelenti meg az emberben. Tehát az én és az énnek a funkció, ez a hit funkció az, ami kapcsolatot tud teremteni a szellemmel, tehát ezek az értékekkel, és hogyha ezek az értékekkel meg tud töltekezni az én, akkor tud olyan választást hozni, ami egy szabadabb választást jelentett a számára. Tehát a sorsanalízisben a döntés és a választás szintén kulcsfogalma. Tehát ezek a szellemi értékek azok, amelyek megemelik az ént. És akkor nézzük még meg ezen a dián, hogy a hit és tudomány hogyan kapcsolódik egymáshoz. Először is az apa szeretéről beszélnék néhány szót. Tehát a Szondi zsidó családból származott, és az apa pedig nem az üzlettel foglalkozott, hanem helyette a héber szentiratokat tanulmányozta, és ezzel foglalkozott hajnaltól egészen estig. Sőt, a lakásban pedig rabik látogatták meg az apát, és mint egy szemináriumokat tartottak, és ott boncolgatták, illetve értelmezték ezeket a héber szentiratokat. Tehát a papa ezzel foglalkozott, és hát az üzlet tönkre ment, ugye, mert ezzel nem volt ideje foglalkozni. Szerencsére volt több gyerek, és nagy korkülönbségek voltak a gyerekek között, és később az idősebb testvérei Szondinak azok tartották fenn a családot. Említettük már a koncentrációs tábort, a Szondi megjárta, és a koncentrációs tábornak nagyon speciális volt, tehát az élmény, hogy átérte a Szondi.
egyrészt úgy írta le, hogy lelkészkedett a koncentrációs táborban, és ez szintén az ő leveléből származik, ez az idézőjelbe tette, és így írta, hogy lelkészkedett, és nem pszichiáterként dolgozott, hanem lelkészkedett, és az öngyilkosságra készülő táborlakókat igyekezett voltak éppen támogatni, hogy ne kövessenek el öngyilkosságot. És emellett humanista körszervezet a koncentrációs táborban Szondi, összefogta a orvosokat, a pszichológusokat, bevezetést tartott a sorsanalízisbe, a Szondi tesztet tanította például a koncentrációs táborban, Gádorni Donát Blankának a nevét lehetne megemlíteni, aki sajnos már elhúny, de ő például a koncentrációs táborban tanulta meg Szondi teszt működését. Hát a koncentrációs táborban, emellett pedig, amikor szabad perce vagy órája volt, akkor a fejében pedig a következő sors analitikus könyvét írta. Tehát ő mélyen hitt abban, hogy ő nem hallhat meg, mert neki ezt a sors analitikust, ezt létre kell hozni, és ezt meg kell írni, és meg kell, tehát véghez kell vinni azt, ami feladata van. A sorsanalitikus terápiában is láthatjuk a kapcsolódást a hit és a tudomány között. Azt mondja Szondi, hogy ha valakinek nincs hite, akkor annál az embernél pszichopatológiai problémák jelennek meg. És ha elkezd hinni, akkor pedig a gyógyulás elindul. Tehát ilyen fontos szerepe van a hitnek. Szondinak érdekes a pályája, tehát természettudományos tudósként indul, és egészen a szellemtudományokig, tehát a filozófiai tudományokig elérkezik az idősebb kori cikkeiben, munkásságában, és az egyik ilyen tanulmány az emberi válás útja, amit már idősebb korában írt, és itt azt boncolgatja, hogy mitől lesz ember az ember, tehát mi teszi az embert emberré, és itt arról van Szondi, hogy itt igazából a szeretet kiterjesztése az, ami a legfontosabb, és ami egy humán specifikus vonás. Tehát az ember az, aki képes arra, hogy a szeretetét kiterjessze először a családtagokra, majd a barátokra, ismerősökre, és utána pedig egyre tágabb körbe mindenkire, vagyis voltak éppen, hogy a felebaráti szeretetet írja le Szondi. És ami fontos, tehát, hogy Szondi azt mondja, hogy a szellemben való hit által az ember képes a kollektív emberszeretet útját választani, tehát itt is a hit és ez a kollektív emberszeretet, ez a felebaráti szeretet az, ami leghangsúlyosabban megjelenik Szondinál. És hogy röviden hogyan foglalhatjuk össze a sorsnak is jelentőségét, tehát először egy tudományos elmélet a sorsról, Szondi leírja az ember belső készítéseit, és egyébként ezt a Szondi teszttel pedig tudja mérni is mintegy. Tehát a Szondi tesztet 10 alkalommal tette fel, ugye később egyben Szondi, először még egy-két alkalommal vették fel a tesztet, de kidolgozták a 10 alkalmas teszt verziót, és ebben mintegy 20 sors lehetőséget lát a Szondi. Tehát van egy 10 úgymond előtérprofil és 10 háttérprofil a tesztben, és amiben megmutatkozik az a sors, amit éppen ír a személy, tehát a jelenlegi pillanat is megmutatkozik, illetve további lehetőségeket is lehet látni, ami az egyénben benne van. És a sorsban is egy másik jelentőséget, egy terápiás technikaként, tehát kidolgozta Szondi, és a kényszersors helyett azt keresi meg, hogy hogyan lehet egy szabadon választott sorsot választani, és a pacienseit, klienseit pedig ebbe az irányba vezette. A sors mindig úton van, mondja Szondi, és ez már a búcsúzó diám, és ugye ez arra utal, hogy ezek a kényszerítő tényezők és a szabadon választható választott sorsnak a tényezői, ezek állandóan kölcsönhatásban vannak, állandóan egymásra hatásban vannak, és ezáltal a sors voltak éppen minden pillanatban újra születik. Tehát azok, hogy hogyan alakulnak a tényezők, és hogy milyen döntést hoz a személy, az minden pillanatban egy lehetőséget is jelent, és minden pillanatban ezáltal a sorsunk is úgy elszületik. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy nem léptem túl az időt. Nagyon könnyű dolgok van, ilyen profi gondolt professzor asszony, hogy pontosan tartott az időt. Köszönöm szépen, és elhangzott, hogy az édesapján keresztül azért megérintették a, mondjuk így, hogy a szellemi tanítások, és amikor ma arról beszélgetünk, hogy tudomány és spiritualitás, akkor például
szintén említetted a Carl Gustav Jung nevét, és ha Wikipédián megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az amit ő elért, és amivel még ma is az egyik ikonja a modern pszichológiának, annak köszönhető, hogy megmerítkezett a szerelem tanításokban. Tudomásom szerint a Jiking és az Elitok nyalottas könyv voltak a források. A barátja fordította ezeket, és ő volt a lektor. Tehát így vált ő olyan tudás birtokosává, ami a legnagyobb a közélmet. Nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, van-e kérdés esetleg, professzor asszony. Igen, és egyébként Szondi és Jung ismerték is egymást, sőt, Kerényi Károly filozófus volt az, aki korábban kiment már Svájcból, Magyarországról, és nála találkoztak így Jung, Szondi, sőt Thomas Mann is. Tehát, hogy olyan szellemi kör volt ez, ami tényleg egy fantasztikus időszak volt, amiben a eszmecserét folytattak, és egyébként tehát ezt a Millerton és ennek hogy ez nagyon nehezen írható le tudományos módszerekkel, hogy ezt vitatták és erről tárgyaltak a Jungnál és a kollektív tudattalan, a szimbólumok, archetipusok, ezeknek a működése, hogy ezt nagyon nehéz megragadni mondjuk matematikai, statisztikai módszerekkel, ezt nyilván egészen más módon lehet megközelíteni és feltárni. De a pszichológia egyébként így a személyiségi életemben is, hogy többféle irányzat van egymás mellett jelen, és ezt mindig tanítjuk az egyetemen, és hogy minden irányzattal érdemes megismerkedni, mert nincs egy irányzat, ami átfogná és le tudná írni az embernek a működését, a személyiség működését, mert meg kell ismerni ezeket a fontos teóriákat, és akkor ezáltal lehet összerakni a fejünkben azt, hogy is működik a személyiség, mit gondolunk a személyiségről. Tehát itt lehetnek ezek a mélylettal irányzatok, és mellette meg lehetnek a más típusú szemléletek és megközelítések is, és ezeket kell tudni összerakni, és az adott helyzetben, a helyzettől függően alkalmazni, melyik ismeretet, vagy melyik tudást választja ezekből a lehetőségekből a személy. Köszönjük szépen, azt hiszem, ezt is elhallgatnánk még sokáig. Tamás? Köszönöm szépen az előadást. Annyit szeretném kérdezni, hogy ez a sors, amiről a Szondi beszélt, hogy automatikusan a karma szóljuk az ember eszébe, és akkor ott lehetne egy olyan kérdést feltenni, hogy úgy tudjuk, hogy akik már nagyon magas szellemi szintű lények, azok képesek arra, hogy a saját karmaikat megtisztítsák, és esetleg teljesen kényszerektől mentes életet éljenek. Tehát a Szondi sors analízisének a tükrében szeretném ezt kérdezni, volt-e itt egy ilyen irányú gondolat, hogy lehet a külső kényszereket minimalizálni, vagy lecsökkenteni? Igen, hát amit a Szondi sorsnak terápiájában is leír, hogy hogyan lehet szocializálni az ösztönökkel, ösztönkészletéseket, tehát az agresszívségeket, és egyértelműen az etika, az erkölcs vallása, az, ami ugye a gonoszt, és akkor itt a Szondinak a Kájéval írott könyve, vagy Mózesről írott könyvét is érdemes megemlíteni, amiben leírja ennek a hátterét, a Bibliát, a Bibliának a sorsanikus interpretációja készíti el voltak éppen Szondi. Tehát itt lehet, tehát a szocializációs út lehet például, tehát hogy szocializáljuk, szublimáljuk, hogyan lehet átalakítani ezeket a úgymond ösztönerőket, ugye Szondi ösztönerőkről beszélt még abban a korban, úgy fogalmazta meg a sorsanálisban. Tehát ezek olyan energiák, azt mondanám, belső késztetések, amelyek viszik el az egyén, és hogy pontos az, hogy ugye mellett milyen szociális tényezők épülnek be, illetve tehát milyen intellektuális, és hogy tovább egy picit válaszoljuk meg a kérdésre, tehát megfoglalkozott például Szondi az a művészetnek a Szondi beszéd is értelmezte, és megtalálta az integrációt, tehát hogyan lehet integrálni az ösztönkészletéseket, és a tesztben is kimutat arra, hogy valaki ilyen magasabban integrált módon működik, és tehát mindig a humanizáció is bejön ezekben a teszt értelmezésekben. Nagyon szépen köszönjük. Ha van egy kérdés, Péter? Nekem csak egy kérdésem lenne, Enikő, hogyha visszamennél a szeretet kiterjesztése diánhoz. Igen. Pontosan
Szaminak a szocializmus az életútját és amit alkotott, azt ismerve, illetve itt a buddhista tanúkkal is megismerkedve, hogy nagyon sok érdekes dolog van, ami egybecsengett, és azt gondolom, hogy a Szondi is maga a megdöbbösült személy volt, aki vezetett a környezetében az embereket, a képes volt rá. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük az előadást és a pontos időbetartást is.